sportosat. Híradónk vendége Kis László, a Vasas egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Már nagyon régen nem beszélgettünk. Annyira régen volt az, hogy még a futball Európa-bajnokság előtt. Azóta nem. Most már ott tartunk, hogy ezen a héten már a Nemzetek Ligája is elkezdődik. Éppen ezért most akkor arra kérlek, hogy az EB-t is figyelembe véve jön a Nemzetek Ligája. Hol tart a magyar labdarúgás? Húha. Hát gondolom, hogy csak fél óránk van, vagy még annyi sem, olyan 27 perc szokott lenni, úgyhogy nem tartom valószínűleg, hogy ezt a hát eléggé komplex kérdést én ebben az időben meg tudjam válaszolni. Valóban rég találkoztunk egyébként, és... Ezért ugye... kaptad ezt a komplex kérdést, bosszúból, hát ennyi, hát... Ja. Hát a lényeg az, egyébként kint voltam az EB-n is egy helyet, sőt, nem teljesen labdarúgás, sőt, abszolút nem, mert én kint voltam még Párizsban is az olimpián, tehát egy kicsit valóban nem voltam itt a meghívandók között, illetve a meghívandók között lehet, hogy ott voltam, csak nem tudtam eljönni, tehát különféle okok miatt. Hol tartom a magyar labdarúgás? Hát ugye, ha az EB-t is ugye ide veszük, ugye egy ilyen elfogadható minimális teljesítményt, amit célul tűztek ki, véleményem szerint azt teljesítettük. Az a bravúr, amelyet egyébként nagyon sokan itthon, de a kint a mérkőzéseken, mérkőzés előtt, mérkőzés után szurkolókkal beszéltünk, ugye az a bravúr azért az elmaradt, hogy így mondjam. De hát ezért azért ne csodálkozzunk, tehát egy picit én azt gondolom, hogy helyre tettek bennünket, ez a válogatottról ez az én véleményem, hogy így mondjam. Aztán ugye elkezdődtek ezek a kupa szereplések, hogy így mondjam, azon nem csodálkozott senki, hogy a videóton ugye elég hamar kiesett, azért ott elég nagy volt a játékos mozgás és minden egyéb problémák vannak, ugye pár évvel ezelőtt még a Ferencvárossal is simán föl tudták menni a versenyt, hogy így mondjam, és ugye a nemzetközi kupákban is próbáltak, és akár még lehetőségük is volt, hogy előrébb jussanak. Aztán ugye elég sokáig eljutott a Paks, és nagyon drukkoltam nekik, és én azt gondoltam, hogy talán őnekik lesz annyi erejük, lesz annyi szerencséjük, hogy a konferencia ligába bekerüljenek. Aztán hát ott azért volt egy kihúzanító pofon, hogy így mondjam, sajnos nem. Meglepetést okozott számomra a Puskás, aki hát egy Fiorentina ellen, most odáig eljutottak egyáltalán ők is, hogy bekerüljenek, vagy fölkerüljenek a táblára. Ugye, és ott a Fiorentina ellen, hát fantasztikusan helytálltak tulajdonképpen. Most teljesen egy, hogy a Fiorentina hányi, de általában azért ott az élbolyban szokott lenni, úgyhogy, de nem csak ez az érdekessége, vagy inkább azt mondanám, hogy tényleg nagyon jó játékkal rukoltak ki, nagyon összeszedett gárdájuk van. Sajnálatos, hogy kiestek, hiszen ugyanilyen erővel ugye ezzel a 11-esekkel akár tovább is juthattak volna. És van a Ferencváros, ugye, amely viszonylag ott is sok volt azért a játékos mozgás, és hát ők bejutottak, mindenféleképpen bejutottak volna ugye ezzel a teljesen, és mindegy, hogy a konferencia vagy az Európa Ligába. Az Európa Ligába véleményem szerint talán egy kicsit szerencsével is, de meglehetősen szerint játékerőt képviselve. De ugye ne a Ferencvárosban induljunk ki, mert ez inkább a magyar labdarúgásra, a magyarokra, hogy így mondjam, összességében én azt gondolom, hogy némi fejlődés feltétlenül látható, vagy érzékelhető, vagy én úgy látom, inkább ezt így fogalmaznám. Ez a fejlődés mert... miben? Hol? Csapatjátékban, vagy elől, hátul, középen? Hol? Aha. Inkább annyi, hogy amit látok, hogy akár tehát azok a magyar csapatok, amelyek kimondottan magyarokat foglalkoztatnak, azok jól szerepelnek, tehát rendben vannak, hogy így mondjam, és egyre több olyan labdarúgó kerül
látótérbe a Rossi által is, ugye tehát mind magyar játékosok, mert nem tud másból válogatni, ugye, amelyek, akik megfelelően teljesíteni. Tehát az egyéneket látom, tehát nem összesével, hogy most X csapat, vagy mit tudom, most a Nyíregyháza fölkölt, és jól játszott a Fradi ellen, ez tök jó, meg sok benne a magyar, vagy tehát nem ilyenre gondolok, hanem a benne teljesítők, azok nem véletlenül keltik fel a figyelmet Rossinál. Rossiban meg bízom, bármennyire is ő nem magyar. Bízol? Ez csak azért tettem fel, ez ilyen költői kérdés volt, mert ugye hát az EB után azért volt egy-két furcsa megnyilvánulása. Igen, de valljuk meg őszintén, hogy igen, volt. Ő is ember, ez is kiderült belőle, és önkritikát is tud gyakorolni bizonyos értelemben, ugye, tehát, hogy ő is elmondta, hogy például hibázott egy pár játékos esetében, ugye, amikor nem a szakmai énje győzött, ugye, de az győzte le magát, vagy nem győzte le magát, hanem az érzelmek vezérelték, ugye, ez egy nagyon fontos dolog egyébként a labdarúgásban, mert érzelem az van, érzelem nélkül nem lehet futballozni, érzelem nélkül nincsenek kapcsolatok, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne az érzelmek vezéreljék az ember, hanem tisztán a szakma, és ő ezt megtette. Tehát én azt gondolom, hogy ha ilyen edzők lennének jóval többen, akkor az számunkra jó lenne. Ami egyébként még, hogyha globálisan nézzük, akkor talán még egy kicsit üzennék is a szakmának, ha lehet ilyet mondani, hiszen én már nem vagyok benne, de hát néztem például az EB-t, és hihetetlen, hogy most már egy ilyen 20-30-as területen játsszák le a futballt. Mit jelent ez, ugye? Tehát, és ott ugye 20 ember van, ugye? Na most ez azt jelenti, hogy a felkészítést is ennek megfelelően, ne félpályán edzenek most már a csapatok, hanem 20-30-asnál nagyobb területen nem, mert ilyen nincs a futballban. Ha van, igen, van, ezt úgy nevezik, hogy kontra, igen, akkor sprintelni kell. Ott tévedhetnek viszont 5 métert is, mert akkor is az övüké lesz a labda, amelyik nagyjából arra íveli, ami egyébként tudom, hogy ugye a kisjátékokon keresztül készítik fel a felnőtt korra, ugyanakkor azt lehet mondani, hogy olyan 10-12 éves korban már ezeket a kisjátékokat kezdik elfelejteni az edzők, és egyre inkább ugye a taktika felé nyitnak, hogy így mondjam, és a pubertáskor után is az ifi korba érve gyakorlatilag nem ezt a fajta pressinges játékot gyakorolják. Tehát magyarul egy tökéletes technika fele kellene újra elmozdulnunk és gyakorolnunk, és itt elsősorban az utánpótlásra gondolok, hogy a felnőttek hogyan oldják meg. Ott is ezt kéne úgy néz ki gyakorolni, de ennek kellene, hogy valamiféle alapja legyen. Igen. Ha ez az alap megvan, akkor én azt gondolom, hogy és ez nem más, mint a tökéletes technika, ezt ne csak úgy képzeljük el, hogy a labdát én hogyan adom, hogy külsővel vagy belsővel, hogyan adom, hanem hogyan veszem át, hogy hogyan fordulok, hogy így mondjam, körülnézek-e előtte, hogy egyáltalán én milyen pozíciót foglalok el, milyen mozgások vannak a körülöttem, stb. Tehát ezt most nem akik ezt most hallják, az érték már, mint a hozzáértők, de tehát nem olyan, tehát nem csak a labdával való törődést jelenti a technika, hanem ettől jóval összetettebb. Tehát ez mindig így volt. Ez mindig így volt, de most még szűkebb lett, hogy így mondjam. Lehet látni, hogy ugye, ha én 10 emberrel, 14-től a 22-ig, mármint méterre a kaputól, én behátrálok, és ott semmi más nem csinálok, csak oldalazok, hogy így mondjam, magyarul, amit ugye azt szoktam mondani, hogy tolódjunk, ott borzasztó nehéz gólt elérni. És aztán vannak egyéb dolgok, most ebben nem mennék bele, de lényeg az, hogy ezzel egy védekezést fantasztikusan meg lehet szervezni. Ha ezt gyakoroljuk, akkor nagyon messze el lehet jutni. Azt nem mondom, hogy látványos eredményeket lehet elérni, de az biztos, hogy a nagyobb vereségeket el lehet kerülni, sőt, meglepetéseket is lehet okozni. Mai futballban mi számít? A látványosság, vagy hogy ne kapjunk ki nagyon, vagy egy szűk
győzelem? Mi számít? Hát egyre inkább arra megyünk, hogy ne kapjunk ki. Tehát legalábbis az edzőink, és ez nem egy magyar jelenség, nagy félreértés esély, hanem egy nemzetközi kimutatásokban is ez jön ki. Azt azért hozzátenném, hogy sok mindent lehet azért tanítani a futballban, tehát tanítsuk meg azt, ami tanítható. Sajnálatosan az, hogy hogyan lehet gótrugni, hogy én egy beadás esetén miért vagyok a röviden, miért vagyok középen, vagy miért vagyok a hosszún, vagy miért maradok vissza a kipattanóra, és ugyanolyan egyébként képességű labdarúgó, a csatár, az egyik miért rúg csak egy évben 5 gólt, a másik meg 22-t, az attól függ, hogy ő hogyan érzi ezt a kaput. Tehát ez már taníthatatlan. Arra viszont, amit meg lehet tanítani, arra igyekezünk megtanítani. Válogatott formához visszatérve, a magyar labdarúgó válogatott elért egy szintet, attól feljebb tud még lépni. Tehát magyarul, ha most leülnek a szurkolók és elkezdik nézni a Nemzetek Ligáját, akkor még jobb magyar labdarúgó válogatottat is láthatnak, vagy ugyanaz, vagy egy kicsit megyünk le, mi várható? Én véleményem szerint jobbak nem nagyon tudunk lenni. Szerencsével bizonyos eset, ugye, de ez olyan, hogy mondjam, ez egy olyan dolog, hogy mint egy egyénnél, akkor maradjunk a csatárnál, hogy tegyük föl, hogy én átlagban rugok 10 gólt, 15-öt mondjuk egy évben, jó? És a következő évben is tudok ennyit, mert ezt úgy mindig tudom. Most jobban jött ki a lépés, ugye, és ezért 20%-kal több gólt rúgtam, hát de akkor csak 18. Igen ám, de akkor a 15 átlagom úgy lesz meg, hogy 20%-kal időnként kevesebbet fogok rúgni, akkor az 12. Tehát ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy ha most szerencsénk van, és olyan csillagzat alatt játsszuk le a mérkőzéseket, akkor egy picivel szerepelhetünk jobban, de sajnos még az is benne van, hogy egy picit rosszabb. Én azt gondolom, hogy ezzel a kerettel, ezzel a játékos állammal, ezekkel az egyéniségekkel, bármennyire is próbálunk újakat behozni, és mondjuk így, hogy nevezzük így, hogy a szövetségi kapitányunk egyetlen egyszer nem, nagyon ritkán hibázik egyébként a rossz is, sőt, talán azt mondanám, hogy szinte soha, ez azért nem igaz természetesen. Azt gondolom, hogy egy picivel jobb eredményt el lehet érni, de ne várjunk arra, hogy mi EB-győztesek leszünk, mert az lehetetlen. Nem akartam megkezdeni, de hát hogy az EB győztesek leszünk lehetetlen. Ebből jön az, hogy Csányi Sándor már a világbajnoki részvételt várja el Rosszitól. És egyes hírek szerint, ami nem hivatalos, pontosan emiatt is kezdett el gondolkodni azon, hogy maradjon-e válogatott mellett, vagy sem. Mert ő valamit érez, de nem tudom, te hogy látod? Mennyire jogos az elvárás most a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről? Jó, EB most mindig ott tudunk lenni, oké, köszönhető ugye Platinak. Jön a VB, ott már nagyon régen nem voltunk, most oda kell kijutni, és pont. Jó. Hát először is én is azt gondolom, hogy azért úgy ne vágjunk neki valaminek, hogy azt mondjuk, hogy hát mi oda úgyse jutunk ki. Tehát a cél az feltétlenül legyen az, és ha lehet azt mondani, hát itt most azért Csányi úr azért mondjuk így, hogy nem akárki, tehát ő a saját cégénél is nem azt fogja hirdetni, hogy hát gyerekek, ezt tartsuk meg, vagy kicsit vissza is eshetünk, az se baj, mert ez így nekünk tök jó. Ez ilyen nincsen. Tehát mindig arra kell sarkani a dolgozókat, a velünk foglalkozókat, hogy egy kicsivel több legyen. Most mi ez a több? Ebben az esetben ugye egy VB kijutás. Ha mondjuk most kijutnánk egy VB-re, valljuk meg őszintén, itt olyan eufória lenne, hogy az hihetetne. Tehát ezt, hogy mondjam, tehát valamilyen formában meg kell kísérelni. Tehát én is azt mondom, hogy ha nekem, én lennék a rosszi, nem vagyok az, nem vagyok rosszi, hogy ez így legyen, akkor én azt mondanám, hogy el kell gondolkodnom, jaj, most a Csányi úr azt mondta, hát én szerintem ez nem működik, na de hát azért
Nézd meg, azért ott az EB-n is, az EB-re is most már kijutunk, van egy csapatunk, amelynek a magja, stb. Nem nehéz kijutni, maradjunk annyiba, tehát ez... A VB-re jóval nehezebb. Így van, azért mondom, tehát nem de én azt mondom, hogy én a helyében megpróbálnám. Tehát lehet, hogy én is egy kicsit tamáskodnék abba, azzal kapcsolatban, hogy most aktuálisan éppen nekem muszáj ezzel foglalkoznom, amikor annyi helyre hívnak engem, de én is azt mondom, hogy én csak megpróbálom. És itt jön be az érzelem egyébként, mert én ezekkel a frankó srácokkal én ezt megpróbálom. Kérdés az, hogy mennyire hiú az ember, mert ugye az is felmerült benne, felmerülhet jogosan, hogy most a csúcson vagyok. És akkor most én így megyek el szépen. Vagy megkísérlem a VB-re való kiutást, ami nem fog sikerülni, akkor viszont leváltanak engem, és akkor nem a csúcson hagyom abba. Tehát ugye azért ezt is mérlegelni kell ilyenkor, hogy mekkorát bukhatok azzal, hogyha bevállalom. Vannak itt nem érdekel, ez egyéntől függ. Nem tudom, Rossi milyen beállítottságú, csak... Nem, én hiszem, hogy fél a feladattól, hogy így mondjam. Ő azt mondja, hogy vágjunk neki és próbáljuk meg. És ami nagyon fontos, hogy legyen ehhez megfelelő önbizalma. Tehát ha nincs megfelelő önbizalmad egy ilyen dologhoz, hogy biztos, hogy nem fog sikerülni, meg hogyha én attól félek, hogyha nem sikerül, akkor kirúgnak, na vannak ilyen edzők Magyarországon, rendesen mondjuk, hogy nem szövetségi kapitányok, hanem edzők. Ez emberfüggő, nem is szakma, abszolút ez emberfüggő. Nem, teljesen, még érthető is egyébként, tehát nincs ezzel semmi gond. Én azt szoktam mondani, hogy mint ez, én sem fértem soha, hogy kikapunk, mert azt szoktam mondani, hogy meccset, most őszintén most mi történt, lefért, kikapunk, ugye? Tehát nem jutunk, most ezzel én nem leszek több, nem leszek kevesebb. Ezt én magamról állítom, az is igaz természetesen, hogy esetlegesen, amiről te mondasz, hogy mások megítélése szerint én ezzel mondjuk bukott ember vagyok. De ha én nem bennem, is az, nem bukott, is ez... Hanem akkor ugye azért nehezebb eladni egy bukott embert másik csapathoz, mint hogyha most a csúcson vagy, és úgy akarsz elmenni máshová dolgozni. Azért nem ugyanaz a porc. Egyet értek vele, de nézzük meg, hogy ha most ugye annyira nem ismerem a szövetségi kapitány, de itt is dolgozott egy-kettő, akinek nem kellett volna egyébként, hogy azért egy a magyar NB1-es keringőben már volt olyan, már nem mindenki megbukott kétszer-háromszor, de mindig elő tudják venni. Tehát azért ez nem Magyarországban gondolkodik. Hát de most világos, de ez nemzeti szinten is így van, valljuk meg őszintén. Tehát azért ott is vannak, és attól függ, hogy mit jelent az, hogy csak idézőjelbe téve X helyre hívnak meg Y, és nem 12 jó. Helyre. Mit várható akkor? Idő nagyon szalad, és még a Gerárra rá akarok térni. Igen. Németországgal játszunk, ugye szeptember 7-én szombaton. Németek is ugye most elkezdnek egy új csapatot felépíteni. Ez jó? Nem jó? Mi várható? Hát én remélem, hogy vissza tudunk vágni nekik, ugye, mert ez itthon lesz, ha jól tudom, ugye? Nem? Nem Németországban. Nem, ja, ott kezdünk, és utána így játszunk, van, csak így itthon, van, bocsánat. 10-én játszunk itthon Boszniában. Így van, 10-e. Most erre mit mondjak, hogy a németek akárhogy is újra kezdik meg mást, azért ők, hogy mondjam, a németeknek van két csapatuk is, tehát akár egy másik csapattal is lejátszhatnák ezt bizonyos értelemben ezeket a nevezzük selejtezőknek. Mi nekünk nincs két csapatunk, nekünk egy csapatunk van. Én megmondom szintén, hogy kíváncsian várom, tehát hogy a magyar játékosokban mennyire lesz meg az a fajta visszavágási hangulata, az érzés, ami felborzolta ott helyben a kedélyeket, ugye? Tehát itt magára a mérkőzésre utalok, a németek igen. elleni mérkőzésre, ahol ugye maradjunk annyiba, hogy az a gól, amit elértek, ugye ott az első, ami nem játszottunk jól, nehogy félreértés esély, de az egy kicsit, hogy mondjam, fejbe ütötte nem csak a csapatot, hanem a kint lévő szurkolókat is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bízom benne, inkább így fejezem ki magam, hogy egy visszavágási kényszer meg lesz. Jó, mindenesetre az a meccs, most nehéz eldönteni, hogy mi várható. Abszolút, nagyon nehéz, megmondom őszintén. Na, hát ez benne a szép, nem? Ezért hát kell nézni. A futballban egyébként minden lehetséges, ami véget nem ér. Régen azt szokták mondani, hogy 90 percig tart, most már ez se igaz, ugye? Hát most már 110-120 percig legtöbb... is az...
Olyan már nincs, hogy 90 igen, perc. Igen, legtöbb meccs most már ugye ott dől el a 90. perc után. Nagyon sokan 85. És a maradjunk 100-ban nagyjából. Így van. És nagyon sokszor, tehát nem tudom, a kimutatásokat nem olvastam, de érdekes lenne ez. Erre külön lehet készülni, így kellene. Van. Nem sok idő maradt. El kellett küldeni Gerát a Vasastól? Hiszen a Vasas jelen pillanatban ugye a harmadik helyen áll, annyi pontja van, mint a Kazincz Barcikának. Egy pontjuk van, ő a másik helyen áll, tehát ott van fent. Igen. És azért nem foglalkozok a tabellával, mert most még oly felesleges, nincs sok lehetősége. Másodikak vagyunk, így van. Na, ezért teszem fel a kérdést még egyszer, hogy Gerát el kellett küldeni? Ha igen, miért? Jó. A kérdés jogos egyébként, és nem egyedül vagy az, most persze nyilvánosság előtt, aki ezt tőlem kérdezi. Egy páran járunk ki, ugye nem sokan sajnálatosan a Vasas mérkőzéseire, és azok közül, akik mondjuk így, hogy a Vasasnak szebb napjait is meglátták lent a futballpályán, magyarul ugye akár a kortársaim, vagy idősebb játékosok, és volt vasasosok, és akkor beszélgetünk ugye arról, hogy egyáltalán hol tart, mi van, stb. Abban meg tudunk egyezni, hogy egyszerűen nem látunk bele a kártyákba, hogy így mondjam, tehát nem látjuk az öltözőt, nem tudjuk, hogy mi miért zajlik, hanem mi azt látjuk, hogy nyerünk, vagy nem, olyanok vagyunk, mint a szurkolók. Na most, ha engem kérdezel, és mint abszolút kívülálló, most én is egy szurkoló vagyok abból a 1700-ból, akik rendszeresen kint vannak a mérkőzéseken, én azt mondom, hogy a Gera helyébe nem tudom, hogy így voltam, hogy a közös megegyezés az elvileg ez. Jó, tudom, gyakorlatban ez nem így, nem teljesen így van. Tehát én nem adom föl. Ha vezető lennék, akkor szintén azt mondom, hogy én az ő helyükben egyszer kikapott. Hát most kikapott, itt ott a Tatabányát. A Burzsák Dezső bácsival úgy elvert bennünket a Tatabánya az ötödik fordulóba itt a Vasasnál, hogy hihetetlen. Érdekes módon utána 10 meccsből 18 pontot szereztünk. Jó, de a Tatabányától kaptatok ki, amelyiknek most a Barcika egy hetes lőtt. Igen, attól kaptunk ki. Bocs. Abszolút így van egyéb, sőt Tatabányán ráadásul. Így van. Ez így igaz. De most is azt mondom, hogy én a vezetőség helyében nem rúgom ki. Vagy ha kirúgom, mert ugye én is olvasgatok, hogy ki mit nyilatkozik, mert mit tudom én, hogy vannak olyan jelek, ami miatt hát gondolkodtak, hogy igen, vagy nem, vagy nyáron már, stb. Stb. Hát most akkor a Tatabányai vereség döntött el ezt, hát akkor rúgják ki nyáron. Tehát azt mondom, mert nekem olyan fantasztikus edző van, de hát egyelőre még nem találjuk. Hát egyébként meg, ha jól tudom, mert azért látom azt, hogy magyar edzőben gondolkodom, vagy legalábbis idáig az elmúlt 7 edző az magyar volt. Úgyhogy még van azt hiszem 134 prolicenses magyar edző, még lehet esetleg, tehát gyakorlatilag még olyan 120-val, ha valahányat nem próbáltunk ki. Ez most egy kicsit pikért volt természetesen, de én azt tudom mondani, hogy nem látok bele, hogy itt mi a probléma. Akkor nem tudod, hogy miért küldték el. Fogalmam nincs, hogy miért küldték el. Most lehet, de mondjuk a szurkolókat se értem, mert azok azt mondták, hogy fradista. Hát meg ilyeneket írnak, nekem ez nagyon tetszik, hogy keménykező edzőke. Mi lenne, hogyha jó edzőt hoználnak? Tehát az, hogy valaki keménykedő, én láttam olyat, és nem akarom megnevezni, mert láttam, hogy fél időben leütötte a saját játékosát, ez az ember a mennybe megy a mai napig. Nem kellene, hogy így legyen, de hát nem mindenki látta, ott voltunk 20-an legfőjebb, tehát nem keménykező, meg nem ökölvívó edző kell nekünk, hanem egy jó edző. A másik pedig, hát próbáljunk már olyan edzőt találni, aki számunkra megfelelő, olyat, mint az Ilovszky Rudolf, mert az nekünk nem kell. Megmondom, miért nem kell? Azt már rég kirúgták volna. Nézzünk utána. Akárhányszor kinevezték a Rudi bácsit, sokszor kinevezték, az első évben a 10. hely körül volt, aztán az 5., és mindig a 3. évben nyerte meg a bajnokság. Úgyhogy nekünk Ilovszky típusú edző végképp nem kell. Jó, időnk lejárt. Miért nem lehet Vasas kötődésű edző Vasas pályán NB1-be?
Ez megint csak egy jó kérdés. Abban az időben nagyon sok edző volt, ugye, aki Vasasnál Vasasban futballozott, akár világhírnévre is tetszett, aztán ott volt edző, és nem biztos, hogy az első csapatnál, de az utánpótlásnál is, hát nem akarok hazudni, a Hámori Ferit tudom, aki a nőkkel foglalkozik, aki ott futballozott. De hát ezt nem tudom, Nagy Mikit hív meg, és akkor ő válaszol. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat.